Sziasztok! Ebben a videóban az akváriumi csigákról lesz szó, és különösen azokról a fajokról, illetve arról az anomáliáról, hogy nem vettem csigát, de mégis lett az akváriumomban. Ezt nagyon sokan teszik fel fórumokon ezt a kérdést, és nem tudják rá a választ. Ezzel kapcsolatban próbálok segíteni, illetve a csigákat megérteni. Egyáltalán a szaporodásokat, illetve miért vannak. Elsőnek, hogy kerülhetjük el a csigákat? Úgy kerülhetjük el a csigákat, hogy karanténos akváriummal rendelkezünk, és minden esetben bármilyen tárgyat, amit az akváriumban hozunk, nyilván élettelen száraz dolgok kivételével, tehát minden vizes dolog, amit az akváriumban hozunk, az 2-3 hétig karanténozzuk, és szükség esetén olyan szerekkel kezeljük a vizet, amelyek alkalmasak csiga kiirtására. Azért kell 2-3 hétig, mert a csiga petére hatástalanok az írtószerek, ami már azt kiírtja, az általában kiírtja azt a dolgot is, amit hoztunk a kereskedésből, lehet az növény, lehet hal, garnéla, bármi. A halakkal is átkerülhet, hiszen a kereskedések általában nem tárolónként használják a halhálókat, hanem közös halhálóban, így a halhálóval is átkerülhet egy darab csigapete az akváriumunkba, tehát ilyen alapon bárhol, bármivel bekerülhet, bármilyen vizes dologgal csiga az akváriumba. Talán azokat a kereskedésekből nem, ahol kifejezetten steril dolgokat árusítanak, tehát garantálják a csiga mentességet, azokból nem, de úgy átlagos kereskedésekből, bármelyikből bekerülhet a csiga az akváriumunkba. Sokszor ez egyébként nem pont a kereskedés hibája, hanem például a növény termesztői, aki a vízi növénykertészet már fertőzött csigával. Tehát karanténozást kell, ez a karantén viszont például növények esetében nem csak egy víz és vödör, hogy beletesszük a növényt és ott figyeljük, hanem ez egy berendezett akvárium, ahol ezek az élőlények, amit karanténozunk, ott több hétig, amíg minden csiga pete ki kell, több hétig ellátják az élőlényeket, tehát megfelelő életteret tudnak neki nyújtani, nagyon kevés akvarista rendelkezik ilyennel. Most jön a következő fejezet, amikor már benn van a csiga az akváriumba, hogy miért szaporodnak ezek, vagy hogy szaporodhatnak, vagy miért szaporodnak el az akváriumba. Három tápanyag csoport van egy csiga számára, amin tud szaporodni, tud nevelkedni. Az egyik bármilyen képlékeny anyag, bármi, az, ami az akváriumban van, és síkos felület, sikamlós, ez lehet képlékeny alga, fehérje réteg, penész, barna alga, bármilyen elhalt baktériumok, bármilyen olyan anyag, ami képlékeny. Ezen a csigák nagyon szépen tudnak szaporodni. A második anyagunk az a lehulló haltáp, tehát általában az akváriumban, amit a halak nem fogyasztanak el, bekeveredik a kövek közé, fák közé, növények közé, halak nem férnek be, csigák beférnek és megeszik. Ez a második tápanyag, a harmadik pedig a bomló növényi levelek. Tehát a csigák azok, például van egy bokrunk, egy bokor, aminek a közepe nem kap fényt, és ott bomlanak a levelek, akkor a csigák azok beférnek ezekre a helyekre, megeszik ezeket a bomló leveleket, és ez is táplálék forrás a csigáknak. Tehát ez a három tápanyag van, nyilván valaki szándékosan eteti a csigákat, tehát akkor zöldségekkel vagy valami, tehát ilyen is előfordulhat. Tehát ez a 3-4 tápanyag csoport van, a negyedik ugye a szándékos etetés, tehát amikor a csigákat szándékosan etetjük, valaki szereti őket, és akkor külön még extrát nyújt nekik, mondjuk egy uborka szelet formájában. Felmerülhet a kérdés sokakban, hogy ugye látják, hogy a csigák szaporodnak az akváriumban, hogy például 100 literes akváriumot veszünk alapul, lehet-e egy 100 literes akváriumban, mivel látjuk folyamatosan a kis csigákat, 1 millió csiga? Nem lehet. Ha ilyen magas számot elérne a csigáknak a száma, akkor az akváriumban az olyan rossz vízparaméter lenne, hogy már a csigák életben maradására is alkalmatlan lenne az akvárium vize és az akvárium egész flórája. Tehát gyakorlatilag
nem lehet, tehát nem lehet egy akváriumban 1 millió csiga, nem szaporodhatnak a végtelenségig. Meddig szaporodnak? Nyilván addig, amennyi tápanyag nekik a rendelkezésükre áll, tehát ez a 4 tápanyagcsoport biztosítsa az életben maradásukat. Hogyan lehet a csigák számát kordában tartani? Elsőnek úgy, hogy a táplálékláncban eléjük helyezünk élőlényeket. Mik ezek az élőlények? Lehet gerinces, és lehet gerinctelen is, tehát akár lehet például csiga is. A könnyen szaporodó fajok közül ugye általában hermafrodita fajokat mondanak, azok gyakorlatilag egy darab egyed elég ahhoz, hogy ő szaporodni tudjon, míg a váltivarú csigáknál, vannak például a Helena csiga ilyen, ott nem tudnak szaporodni, tehát több egyet kell hozzá, és vannak speciális körülményeket igénylő csigák, tehát speciális vízparaméter kell hozzá, extra lágy, vagy savas, vagy, tehát egy normál akváriumban nem szaporodnak, és a táplálékláncban eléjük lehet, tehát a hétköznapi csigák elé lehet helyezni őket, például a nem szaporodó, nehezen szaporodó csigák közül a zebra csiga egy kedvelt csigafaj, amit eléjük lehet helyezni, nem szaporodik, petét rak akváriumba, nagyon nem egészen dekoratívak a peték, ilyen fehér kőszerű valamik, ennyi negatívuma van a zebra csigának, hogy a tárgyról szinte nehéz levakarni, de nagyon sokan zebra csigát helyeznek a táplálékláncban a könnyen szaporodó csigák elé. Ezen kívül a táplálékláncban még mi lehet előttük? Garnélák, tehát gerinctelenek, de lehet gerinces is, ilyenek az algaevő halak. Halaknál, élőlényeknél annyi tudomásul kell venni, hogyha táplálékláncban a csigák elé kívánunk valamit helyezni, az mindig felelősséggel jár, tehát ne azért vegyük, hogy most elé kell valami, ami megeszi a csigáknak a 4 tápanyagból valamelyiket, hanem, vagy 3-ból, tehát a szándékos etetést ezt kivehetjük a sorból, tehát ne azért vegyünk élőlényt, az élőlényért felelősséget kell vállalni, és biztosítani kell neki a körülményeket, tehát ne vegyünk azért most egy algaevő harcsát, vagy egy törpeszívó harcsát, vagy a talajra a lehulló eledet megenni, például a páncélos harcsák alkalmasak, ne azért vegyünk, mert a csigák számát akarjuk kordában tartani, élőlényekért felelősséggel tartozunk. A csigák elé a tápanyag láncban, ez talán egy új infó lesz, csigát, tehát a saját kolóniából is lehet elé helyezni csigákat. Ez pedig úgy működik, hogy nagyon sokan, rengetegen a nagy csigákat, tehát a kifejleteket veszik ki az akváriumból, közben pont az ellenkezője van, például egy 100 literes akváriumba meg van határozva, hogy annak a tehát ez a 3-as csoport, ami az akváriumban keletkező szennyeződés, az mondjuk 0,5 deciliter csigát lát el, tehát ennyinek biztosít tápanyagforrást, többnek nem. Lehet, hogy kikelnek kis csigák, látunk ilyen pontszerű valamiket az üvegeken, de ezek nagyon rövid életűek lesznek, hiszen a nagy csigák megeszik előlük a tápanyagot, és ha befogjuk a nagy csigákat, akkor a kicsiknek a számát gyarapítjuk, hiszen nőni fog, tehát mindig 0,5 deciliter lesz, tegyük fel egy 100 literes akváriumban, mindig 0,5 deciliter csigánk lesz mondjuk, de ez nem mindegy, hogy 30 egyed, szép nagy kifejlett egyedből van, vagy 300-ból. Hogyha nagyokat kivesszük, akkor több kicsi lesz helyette, amennyinek jut táplálék. Tehát így is szabályozható a csigák állománya, hogy befogjuk őket, akár egy dunszos üvegbe bedobunk egy főtt uborka szeletet, vagy száraz tápot, granulált tápot, vagy ilyen borsószerű valamilyen tápok, ezek passzolnak, úgyhogy egy dunszos üvegbe beszórjuk a víz alatt, és másnap tele lesz csigákkal, kiemeljük a csigákat, nagyokat visszadobáljuk, mivel ők többet esznek, tehát csökkentik a kicsiknek a számát. Lehetséges még, hogy ragadozót helyezünk az akváriumba, ebből ragadozóknál közkedvelt a Helena csiga, a csiga evőcsiga magyarul, illetve a botia fajok, botiáknál
az övesdíszcsík, ami úgy a köztudatban megragadt, tehát mindenki botia, akkor övesdíszcsík, nem, vannak kisebb, kisebb fajok is, amelyek 10 centire nőnek, és elég nekik a szállítás, a akvárium nem nőnek 30 centisre, mint az övesdíszcsík. Viszont itt is az van, hogy ha egy élőlényt veszünk, az terhelni fogja a vizet, etetni kell, tehát nem csak csigákkal táplálkozik, és ront a víz paraméteren, akkor vegyünk élőlényt, hogyha szükség van rá. Ilyen napon most így az egész végén hasznosak a csigák, vagy károsak? Károsak abból a szempontból, hogy nem mindenki szereti, hogy pici pontok vannak az akváriumban, hasznosak, mert például a haltáp, ami bekeveredik a követ közé, ugye az halmozódik, tehát minden nap keveredik oda be. Hogyha nincs, ami kiedje onnan, akkor egy adott időben nagyon sok haltáp fog bomlani. Hogyha viszont a csigák megeszik ezt, akkor egyrészt egy űrtartalmi változás lesz, tehát ugye mondjuk egy növényi levélből, most kanyarodjunk a harmadik élelemforrásra, mondjuk egy nagy növényi levélből, mondhatjuk így lesz egy gyufafejnyi ürülék. Tehát egyrészt már keresztmetszetváltás lesz, tehát egyrészt térfogatváltás lesz, másrészt pedig az ürülék a sokkal könnyebben lebomlik egy akváriumban, mint egy levél. Tehát nem mindegy, hogy egyszerre mondjuk 30 levél rothad a növények között, mert eltakar, mondjuk nem éri a fény, és felkaposzodik a növény, és nem járja át, tehát fogják a levelek az áramlást. Tehát nem mindegy, hogy 30 növényi levél rothad a gyökerek között, vagy a csigák megették, és lerakják ürülékformájában, amit nagyon gyorsan lebont, átmegy a biológiai szűrésen, vagy a haltáp is, nem mindegy, hogy minden nap rakodik haltáp a kövek közé, és az ott rontja a vízparamétert. Ezt nagyon egyszerűen ellenőrizhetjük, hogyha belegondolunk, egy csipet haltápot dobjunk egy dunsztos üvegbe, töltsünk rá egy 3-4 centi vizet, és hagyjuk ott 2 napra, és 2 napúba nézzük meg, hogy abból mi lesz, és akkor el tudjuk képzelni, hogy ez mit művel az aljzaton, hogyha a kövek között hánykolódik bent minden nap halmozódó haltáp, amit egyik-másik akvarista hetente egyszer szed le, vagy egy talajtakaró között hánykolódik, a haltáp belekeveredik, és ott bomlik le, oda beférnek a csigák, és ezt elfogyasztják, megeszik. Az üveget is tisztítják, tehát ilyen szempontból hasznosak. Kezdő akvaristákat nagyon szokott zavarni, a rutinosabbakat már nem. A csigák jelenléte, kezdő akvaristák kétségbeesve keresik a fórumokat, hogy mi történhetett, ott csigájuk van. Nagyon nehéz elkerülni a csigákat, hosszabb távon előbb-utóbb növénycsereberénél, vagy a kereskedésből hoz egy növényt, és már van is csigája, hogyha nem éppen steril növényeket vásárolt. Tehát a csigákat igazából meg kell érteni, a csigák egymás között is redukálják az egyedszámot, meg kell hagyni a nagyokat, szép nagy egyedeket, vagy hogyha csökkenteni akarjuk a számukat, akkor például vegyünk egy dekoratívabb csigát, például ott a zebra csiga, vagy vehetünk akár ragadozót is az akváriumba, abból a herena csiga a népszerű, igaz, sokaknál utána a herena csiga szaporodik el, váltibarú, több egyet kell, de ennek ellenére el szokott az is szaporodni, és akkor meg az okoz problémát. Tehát a csigákat igazából meg kell érteni, hogy hogyan szaporodnak, mint szaporodnak, javítják a vízparamétert, nem rontják, hiszen hulladékon élnek. Tehát én nagyon sokan úgy vannak a rutinosabbak vele, hogy csiga nélkül egy igazi hétköznapi társas akvárium, vagy legyen lovtek akvárium, nem igazán működik, főleg, hogyha dús növényzet van. Nagyon szépen takarítják a csigák a növényzet közét. Nyilván, tehát vannak konfrontálódások, tehát itt vannak például a garnélák, akikkel ők hadba állnak a táplálékláncban, tehát versenyben az élelemért, de ez egy egészséges verseny. Valamikor a garnélák nyernek, valamikor a csigák. Ez egy ilyen. Tehát remélem segítettem így megérteni a csigákat, hogy miért is vannak ők, és miért szaporodnak el. Nagyon nehéz őket kikerülni, általában a sok kereskedésben megtalálhatók a hal, illetve a növénytárolókban.
Természetesen van számos kivétel, de az ömében, főleg a vidékiekben jelen vannak a csigák a tárlóban. Például én is nem vettem életemben egy csigát sem, és mégis van egy elég népes kolóniám, de nem, abszolút nem zavarnak. Teljesen az akváriumnak a velejárói a csigák. Tehát van akváriumom, akkor van csigám is, így tartom számon, nem küzdök ellenük, javítják a vizet, megeszik a bomló korhadó dolgokat, még a legjobban felszerelt, legprofibb akváriumban is van ilyen, tehát ilyen alapon ők egyes akvaristák szerint hasznosak, természetesen lehet ettől függetlenül steril akváriumot is összerakni, kivitelezhető ez is, de itt sem árt a karantén. A karantén viszont egy külön berendezett akváriumot jelent, és ott megfigyelni 2-3 hétig a növényeket, és a peték kikelését kell várni, hiszen a petékre nem hat semmi, ami a növényekben ne tenne kárt. Remélem tudtam segíteni. Sziasztok!